A gyermekvállalás nehéz döntések elé állítja az anyákat. Eldöntheted, hogy teljesen lemondasz a munkáról, és csak a gyermekneveléssel foglalkozol. Kereshetsz átmenetileg részmunkaidős vagy távmunkás állásokat, ha találsz a korábbinál jóval kevesebb fizetésért. Megpróbálhatod összeegyeztetni a munkáját és a családot, ám ez komoly lemondásokkal és kompromisszumokkal jár. Van más megoldás is? Igen. Ezekről a lehetőségekről kérdeztük az év anyavállalata 2014 díj döntősét. Ábrahám Tandari Ágnes, Galagonya bohóc, színész és egy népszerű játszóház tulajdonosa. 2007 óta vállalkozó, emellett egy 10 és egy 2 éves gyermek édesanyja. De persze idáig rögös volt az út. Általános ápoló és asszisztensként kezdtem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen, mert az anyukám azt mondta, hogy ápolónőből mindig kell, úgyhogy az lesz az én szakmám. És akkor azt mondtam, hogy az úgy nem jó, mert én nem akarok, de hát elvégeztem az iskolát, utána felkerültem Budapestre, mert hogy ez Kaposvárot történt, és itt volt egy nagyon kedves mentorom, aki sajnos már nem él, aki állandóan lögdösött, hogy menjél énekelni, menjél színészkedni, menjél csinálj mindenfélét, és így nyertem felvételt a Théba Művészeti Akadémián, ahol színészként végeztem, színész kettőként, és közben a párom elhelyezkedett egy színháznál, ahol megkérdeztük, hogy mi lenne, ha én is megpróbálnám ott a dolgokat, és akkor naíva lehetek, mert milyen jó az, ha valaki naíva, ugye hát Rómeó és Júliába, meg mindenben, csak a főszerepek, és mondta egyszer a direktor, hogy nem, neked el kell menned, és lufit kell hajtogatnod egy rendezvényen. Én, ne vicceljen már, hát én naíva leszek. Szóval nem, te nem leszel naíva, te lufi hajtogató bohóc leszel ezen a rendezvényen holnap. Nem holnap? Szóval nem baj, fél órád van, hogy megtanult a lufi hajtogatást. Mert még lufit se fogtam a kezembe, hát ez hogy képzeli? Semmi baj, fél óra, oké. Megtanított 3 lufi figurát, ez kb. Annyival tartott, hogy megtanultam mi az, hogy kutya, az elefánt fejét, meg valami macskaszerűséget, nem tudom, bármi volt. Iszonyatosan kínos volt, egész nap egy rendezvényen jöttek a gyerekek, hogy ő már pedig cicát kérő, delfint kérő, polipot kérő, amit nem is tudok. És akkor azt mondtuk, hogy na ezt így nem csináljuk. Tehát ez így borzasztó. Úgyhogy elvégeztem egy óvodapedagógus főiskolát, egy drámapedagógus főiskolát, és elvégeztem egy amerikai lufi hajtogató tanfolyamot is, tehát most már nem állíthatnak lehetetlen elé, és akkor azt mondtuk, hogy az, hogy csak 3 ilyen kis skic van a szememnél, az nem bohóc. Meg nem is akartam félelmetes lenni, hanem akkor adjuk meg a módját mindennek, úgyhogy a párommal együtt kitaláltuk, hogy így nézzen ki Galagonya bohóc, és akkor most már így 8 éve önállóan a lábunkon állunk. Dobbancs 2-t, tapsolj 3-at, ugorj 1-et, hú, fejed rázzad, riszálj jobbra, riszálj balra, fordulj körbe, most meg vissza. Ez a Galagonya tánc, Galagonya tánc, Galagonya tánc, Galagonya tánc. A legnagyobb segítségem az a párom, hiszen együtt vállalkozunk. Azt szoktuk mondani, hogy ő a back office, én meg a front office, mert ő az, aki a weblapot és a marketinget intézi, én pedig vagyok, aki személyesen találkozik az ügyfelekkel, vagy ugye magát a rendezvényt lebonyolítja. Igen ám, de még a nagymamák hatható segítségével sem lehet könnyű a szervezés. Rendezvények ugyanis leginkább hétvégén és délután vannak. Vajon hogy lehet ezzel mégis megbirkózni? Merjék elengedni a gyerekeket. Tehát ne legyen ez a majom szeretet szerintem, ami egyébként ma nagyon jellemző a családokban, hogy sehol nem volt még a gyerek, mert gyakorlatilag születésétől kezdve az anyuka és apuka között van és létezik. És hogyha el kell vinni a nagymamához, akkor úristen, ott fog aludni a gyerek, akkor most mi fog történni? Mert ezzel nincsen semmi baj, de hogyha ő dolgozni akar és vállalkozni, akkor ezeket az akadályokat le kell küzdenie és meg kell lépnie ahhoz, hogy a vállalkozása elinduljon.
mert ha ő jól érzi magát, akkor a gyerek is jól fogja érezni magát, és hogyha elmegy érte délután, abból semmi probléma nincsen. Mi volt a legnehezebb az elején? Nem voltam ismert. Ez a legnehezebb szerintem minden cégnek, hogy nem ismert, nem tudja, hogy nem tudják az emberek, hogy te vagy. És ezen dolgozni kell, ezzel pedig a személyes márkát kell építeni. Tehát nagyon fontos az, hogy ha valakinek eszébe jut, hogy bohócot szeretne a gyerekének, akkor eszébe kell, hogy is, hogy kalagony a bohóc. Hát most olvastam róla például a Hello Baby magazinban, vagy hopp, láttam a tiszaújvárosi triatlon versenyen. Úgyhogy én mindenhol, ahol lehet, megjelenek, és részt veszek, akár jótékonykodva, akár úgy, hogy elhívnak, és ezért fizetnek a rendezvényszervezők, de a legfontosabb az, hogy a márkát építeni kell. Akár Facebookon, újságokban, tévében, bárhol, mindenhol legyen ott, hogy galagony a bohóc. Ne féljenek az emberek a marketingtől, hanem tessék utána olvasni, tessék mindent jól elolvasni, és a saját vállalkozására forgatni. Ami jött, az úgy belőlünk jött, mint marketing, és nagyon sokat segített. Nem kellett elolvasnunk annól még semmit, és nem is tudtuk, hogy vannak marketing guruk, mint ahogy most kiderült gyakorlatilag másfél-két éve, hogy vannak, és erősen is követjük őket, és nagyon erősen marketingelünk is ebből fakadóan. Alapvetően azt gondolom, hogy ha józan észre használjuk a marketinget. Tehát nem mindent, ahogy le van írva, és sikerül átformálni a saját vállalkozásunkra, akkor előrébb lehet jutni. De ennek tényleg az az ára, hogy csinálni kell, mert hogyha nem csináljuk, akkor nem ér semmit az egész. Tehát ilyen tessék-lássék módon nem szabad. Mert ma van a szülinapod, ünnepeljük dallal, fújd el gyorsan a gyertyát, jó nagy szélviharral. Énekeljünk együtt most, boldog szülinapot, boldog, 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 boldog szülinapot. Én azt gondolom, hogy nem kell hozzá feltétlenül kezdő tőke, kezdő ész kell. Tehát ezért kell sokat olvasni, és az interneten már annyi olyan fórum van és blog van, ahol ezt elérheti, hogyha azt elkezdi, akkor már abból biztos, hogy jön olyan megrendelés a számára, ami már pénzt csihol. És akkor innentől kezdve már elindul az, hogy már pénzt fektethet bele hirdetésbe. Mi nagyon sokat hirdetünk például a Facebookon. Gyakorlatilag 500 forintból elérek 3-4 ezer embert, ami azt gondolom, hogy nem tétel. 500 forint. Egy doboz cigi se kerül ennyibe, szóval ha valaki marketingelni akar, akkor meg lehet oldani kevés pénzből is. Szerencsére válság már nincs. Urrá! Ez azért tudom, mert én a válságban nőttem ki magam. Tehát ugye az én szolgáltatásom mondjuk azt, hogy ez egy luxus szolgáltatás. Tehát aki meg akarta vásárolni, az a felsőbb rétegből meg tudta vásárolni, ott nem volt érzékelhető a válság. Nyilván a középosztály részére egy kicsit nehezebb volt, főleg ugye a svájci hitelek, a mindenféle áringadozás miatt, de mi nem annyira éreztük. Ha a marketing részére térek vissza, akkor viszont azt gondolom, hogy nekem is volt olyan időszakom, amikor a villanyszámlán csörgött a telefon, hogy jó napot kívánok, a villanyszámla nem érkezett meg, és illetve a pénz, úgyhogy ki lesz kapcsolva az áram, és így jaj! Mert marketingre költöttük a pénzünket, aminek szerencsére visszajött, de be kellett forgatnunk nagyon sok pénzt a marketingbe ahhoz, hogy most ott tartsunk, ahol tartunk. Hogyha megnézel egy bevásárlóközpontot, teljesen mindegy, hogy melyiket. Töménytelen mennyiségű ember van. Tehát nem tudok megállni autóval, mert elfoglalták a parkolóhelyeket. És utána azt látom, hogy én ugyan bemegyek mondjuk egy szalámiért, meg egy nem tudom miért, de mások meg egy ilyen raklapnyi cuccal jönnek ki. Tehát nekem nem mondja senki azt, vagy tévével, hogy a világ egy tévé, az nem olcsó dolog, vagy igen, rosszul gondolom. Tehát 150 ezer forint alatt egy nagy tévét nem tud megvenni. Szóval én azt gondolom, hogy van pénzük, csak arra akarják költeni, amire ők akarják. Tiszaújváros után hívnak el szülinapra. A kiszállási díj többe kerül, mint maga a fellépésem. De azt mondja, hogy nem, neki galagony a bohóc kell, és ő ezért bármennyit hajlandó kifizetni.
először is kell keresni egy olyan embert, aki ott van mellette, akihez ott zokoghat, hogyha negatív éri, akivel együtt nevethet. Az nem baj, ha mondjuk ez a párja, mint nekem is ugye van, Tomi. Szőlősi Tamásnak hívják. És nagyon-nagyon fontos, hogy ne adja fel. Tehát minden kudarc után fel kell állni, és folytatni kell, mert a kudarcok erősítik csak. És azért lesznek támadói, mert jól csinálja, amit csinál. Úszunk, úszunk, bent az úsziban. Néha meleg, néha hideg van az úsziban. Háton, hason, s lent a víz alatt. Csak azt nem mond nekem, hogy ennél jobb akad. Válasszon egy utat és induljon el. Ez az alap. És akkor utána majd látni fogja, hogy az az út, amerre ő elindult, az jó vagy nem jó, és akkor szépen apránként be lehet építeni a többi utat is, és amelyik a legsikeresebb, arra kell indulni. Tehát nálunk is úgy kezdődött, hogy ugye például megnyitottuk a játszóházunkat. Először arra gondoltunk, hogy fú, hát ide mindenki majd jön játszani Csőstől, végül is itt vagyunk a 11. kerület belsejében, egy lakótelep közepén, hát ebből milliómosok leszünk, gondoltuk mi, de a szülők, akik itt laknak, nem így gondolták, úgyhogy gyakorlatilag annyira leszorítottuk az óradíjat, hogy még úgy se jöttek be, tehát 500 forint volt egy óra a játszóházban, és nem jöttek be. És akkor kellett döntenünk, hogy hát ez így nem oké, valamit csinálni kell. Jó, akkor csak időszakosan nyitunk ki ugyanerre a célra. Hát akkor se jöttek. Ráadásul rá 4 hónapra, hogy mi megnyitottunk, megnyílt mellettünk egy másik játszóház, gyakorlatilag 500 méterre. Na most ez a második pofon volt. Tehát azt gondoltuk, hogy teljhatalmunk van, és nem. Úgyhogy akik oda jöttek a játszóházba, azok minket kerestek, akik meg ide jöttek, azok meg őket, és egy akkora káosz volt az egész, hogy csak na, és azt mondtuk, hogy na jó, akkor most üljünk le, vegyünk egy nagy levegőt, és akkor gondoljuk át, hogy mi fog történni. És azt mondtuk, hogy végülis mi szülinapokkal foglalkozunk, hát miért nem csinálhatjuk ezt speciálisan, csak szülinapokra nyitva. És elindultunk. És olyan szinten elindultunk, hogy nyitnunk kellett egy másik játszóházat is, ami sajnos már bezárt, mert egy multiba tettük be, és az hiba volt, mert a multi szabályainak nem voltunk jók. De ez a játszóház olyan szinten működik, hogy egymásnak adják a kilincset. Nagyon fontos, hogy jól optimalizálja azt, hogy ki a célközönsége, ki a célpiaca. Ugye nekem egyértelműen a 3 és 7 éves gyerekek, hiszen őrájuk van kitalálva a programom. Akár játszóházi szülinap, akár házhoz menő szülinap. Mindenkinek látnia kell azt, hogy például ha könyvet ír, akkor ő ezt kinek szánja, mert nem fogja mindenki megvenni. Tehát lehet, hogy egy gyerek könyvet ír, akkor ez egy 60 éves néninek, bácsinak nem jelent semmit. Tehát neki is a gyerekkönyvre kell megkeresni a vevőit. Tehát azokat a szülőket, azokat az óvodákat kell megcélozni, akik azt a könyvet el akarják majd olvasni. Az én esetemben is, tehát én azokat az óvodákat célzom meg, akik elsősorban 3 és 7 éves gyerekeket foglalkoztatnak, illetve azokat az anyukákat, akik szeretnének egyedi és privát szülinapokat tartani. Ezt kell csinálni minden területen, a saját nézőpontjainak megfelelően. Le kell szűkíteni a vásárlókat. No és persze az ötletelés sohasem ér véget. Hamarosan a polcokra kerül egy gyereklemez, és elkészült a Galagonya Baba prototípusa is, melyből a tervek szerint csupán pár darab számozott példány lesz elérhető.